Tisztelt egybegyűltek! A Magyar Országgyűlés elnöke a nagy háború millenniumi évfordulója kapcsán a Magyar Állami Operaházban így fogalmazott. Az első világháború csak katonailag ért véget, mentálisan még nem, és mindaddig nem is fog véget érni, amíg Európában nem helyezzük ténylegesen jogaikba a száz esztendeje elveszett emberi méltóságot és közösségi méltányosságot. Tisztelt emlékezők! Minden nemzetnek szüksége van arra, hogy tisztában legyen a múltjával, mert teljesen igaz a mondás. A múlt ismerete nélkül nincs jövő sem. A világháborúban részt vetteket az együvé tartozás, a helytállás, a hazaszeretet jellemezte. A katonáknak a helytállása üzenetet és erőt ad számunkra is. Azt az üzenetet, hogy a mai generációnak is a legfontosabb célja egy erős Magyarország megteremtése, egy olyan erős magyarságé, amely mindenhol jól és otthon érzi magát a Kárpátok pércei között.